most megint megszegem az ígéretemet, mert a reggeliről fogok beszélni. A Denizben vagyok, és egy ilyen helyi pirítóst eszek, amiben van tojás meg sajt, valamint ezt a tojásos rántottát, meg egy helyi ilyen pogácsát. És nagyon finom, plusz, ja, azt legfontosabb elfelejtettem, az egészséges opció narancslé. Reggeli után még elmentem a konferenciára a zuhogó esőben, ahonnan kicsit késve elindultam a buszpályaudvarra. Itt Floridában akkora esők szoktak lenni márciusban, hogy szinte rémisztő, de aztán egy fél óra után kitisztul az ég, és már minden rendben is van. Lakelandben vagyok, ahol a busz Orlandóból Tampa felé megáll mindig, és itt egy 15 percet fogunk eltölteni most, szóval eljöttem egy kicsit sétálni a városba. Az a baj, hogy Orlandóban nem volt időm fölvenni a buszmegállót, meg a buszpályaudvar, mert a nagy rohanásba egyszerűen nem telt rá az idő. 10 óra 30-kor lett vége a cirkusznak, és aztán lekéstem az utolsó buszt, szóval hazafelé megint biciklivel kellett mennem, és teljesen kivoltam pucamba, de az előadás az nagyon jó volt. A konferencia is jó volt, kicsit fárasztó, de megvolt minden találkozó, amit szerettem volna, és aztán a ebéd után rájöttem, hogy a busz nem 1 óra 30-kor indul, hanem 1:15-kor, és volt egy baleset is az autópályán, szóval nagy pánikba voltam, mert úgy gondoltam, hogy le fogom késni a buszt, de aztán végül is az Uber vezető, sofőr, az egy gyorsabb útvonalon el tudott vinni, szóval 10 perccel a buszindulás előtt oda is értem a buszpályaudvarra. Lakelandből Tampába az út gyorsan eltelt, ahol elmentem egyet sétálni, amíg a csatlakozásra vártam. Ha van lehetőséged autót bérelni, inkább tedd azt, mert az amerikai tömegközlekedés szörnyű. Mire Orlandóból Bradentonba értem, szinte eltelt az egész nap, de autóval csak másfél óra lett volna. Megérkeztem Tampába, ahol van egy majdnem egy órányi várakozási idő, szóval elmegyek venni valamit. Itt Tampában 2 évvel ezelőtt jártam, majdnem az évnek pont ezen az időszakában, és akkor elmentem ugyanide, a Bradentonba, a Sarasota Beachhez, szóval most is oda megyek, mert rendkívül tetszett. Van itt Tampában egy kávézó, amit úgy hívnak, hogy Moxie's, és most oda gyaloglok, mert ez csak 5 percre van a buszpályaudvartól, és gyorsan gondoltam, eszek ott valamit, aztán visszamegyek a buszpályaudvarra, mert csak napi egy busz van Sarasotába, szóval nem érdemes lekésni. Az amerikai tömegközlekedés csomó furcsa ember használja, szóval ne az európai szintre számíts. Végre megérkeztem Bradentonba. Hát 7 órába tellett busszal az út, mert Tampában is át kellett szállni, Sarasotában is, meg Bradentonban is, szóval a lényeg, végre itt vagyok, és már 9 óra is elmúlt, szóval eszek egy pizzát, aztán megyek lefeküdni, aludni. A következő részben majd körbejárom Bradentont, ahol a tengerparti homok hófehér és a naplemente eszméletlen gyönyörű. Itt is béreltem egy biciklit és körbejártam a várost és annak turista látványosságait, úgyhogy ne felejts el velem tartani legközelebb is. Remélem tetszett ez a rész is, és ha igen, légy szíves iratkozz fel a csatornámra és lájkold a videót.